tábla jelzi a tokai híd lábánál, hogy az Erzsébet királynéről elnevezett átkelő nem az első ilyen a Tisza ezen szakasza felett. Helyen először a 16. században épült híd, de azt az 1565-ös harcok alatt elpusztították. A mai acélszerkezetű hidat 1959-ben adták át. Mivel ez a környék egyetlen közúti átkelője a folyón, nagy forgalom halad át rajta, az elmúlt években évtizedekben pedig jócskán elavult az állapota. Évek óta tervezett felújítását 2018-ban kellett volna elkezdeni, ám a feltárások során kiderült komolyabb munkálatokra van szükség. Így váratott magára a beruházás, viszont hamarosan már valóban kezdetét veszi egy turisztikai beruházás részeként. Elsődlegesen az a cél, hogy a Nyíregyháza egy kerékpár úton érkezők biztonságosan át tudjanak kelni a hídon, ezért az északi részén egy kerékpáros hozzátoldás lesz, hiszen ez a toldás ez egy, ez egy, jó kifejezés, mert a híd szélesedni fog északi irányban egy kerékpár konzollal, a déli irányban pedig egy gyalogos konzollal, és így a járda meg fog szűnni a híd szerkezetben, és ez a két konzolon történő közlekedés biztonságosabbá fogja tenni a gyalogos illetve a kerékpáros közlekedést. A híd felújítási munkálatok a tervek szerint augusztusban kezdődnek, és négy ütemben jövő májusig tartanak. Ezt követően az ötödik szakaszban pedig a körforgalmat korszerűsítik, egy biztonságosabb csomópontot kialakítva ezzel. A nyáron kezdődő és mintegy másfél milliárd forintból megvalósuló rekonstrukciók idejére a hídon félpályás útlezárás léptetnek életbe jelzőlámpás forgalomirányítással. A kivitelezőnek azt is figyelembe kell venni, hogy a munkák során a szárazföldi mellett a vízi közlekedés is biztosítva legyen. A városban ezt megelőzően májustól július végéig egy másik beruházásra is sor kerül. A szerencsés nyíregyháza közötti vasútvonal buszos vonatpótlással járó korszerűsítése részeként. Ez pálya cseréről, kitérőknek a cseréjéről, pályatöltések megerősítéséről szól. A tokai vasúti híd az megfelelő minőségben van, a híd felújítására most nem kerül sor. Ez kimondottan a pályatestnek a, 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 a felülvizsgálata és annak a rekonstrukciójáról szól. Ez is egy jelentős beruházás, és hogyha ez elkészül, utána viszont el fogják kezdeni az Erzsébet királyné hídjának a felújítását. A városban élők közül sokan nehezményezik a Tokajon áthaladó nagy kamion forgalmat, ami a régió fejlődésével párhuzamosan tovább bővülhet a jövőben. A turizmus kapcsán pedig főleg húsvét és pünkösd idején okoz gondot a sok autó. Mint a polgármester 35 perc című műsoromban elmondta, erre lenne megoldása a régóta tenben lévő 39-es főút megépítése. Ami a települést elkerülve, egy új Tisza hiddal vezetni át a tranzitforgalmat Szabolcs Szatván megyébe.